Nagyon nagy szeretettel köszöntöm Önöket, Önök itt a Hatos csatornán, az életvezetési útmutatót látják velem, én Kállai Zsuzsanna vagyok. Tehát már is kezdünk, és újból itt vagyunk. Én arra gondoltam, hogy a mai műsorban egy kicsit érdemes lenne elbeszélgetni arról, hogy mi is ez a belső moralitás, mi is ez a belső hajtóerő, és mi is az esztétikum. Hát minden emberben ugye előfordul, és természetesen van is, de azt szokták mondani, hogy a stílus maga az ember. Na most az, hogyha egy kicsit úgy megvizsgáljuk csillagképek szerint, meg hát egyébként is, hogy az ember milyen szinten rezeg, és milyen finomsági fokozatok vannak abból a meggondolásból, hogy kinek milyen az ízlése, ki milyen, kinek milyen a mentalitása önmagával szemben, és másokkal szemben, hát nagyon sokféle meglátás, és nagyon sokféle rálátás van. Ugye hát minden vélemény különbözik, hál' Istennek nem vagyunk egyformák, de ugyanakkor ezért is színes a világ, nem egyezik a véleményünk, de ugyanakkor mégiscsak van egy olyan, közízlés, amely hát alátámaszt bizonyos igazságokat, de ha egy kicsit talán mélyebbre tekintünk, hogy milyenek is vagyunk, akkor nagyon sok érdekes dolgot felfedezhetünk saját magunkban, és másokban is, tehát más egyénekben is. Kérem szépen, azt mondják, hogy a stílus az maga az ember, és az esztétikai finomság tárgyai épp úgy árulkodnak magáról az emberről, az ember erkölcsi szintjéről, mint az, hogy miben leli, ugye hát az örömét. Na most az, hogy ki miben leli az örömét, és milyen foglalkozást űz, milyen hobbija van, ez nagyon érdekes dolog, mert ugye ha az ember egy kicsit talán belenéz a saját maga lelkébe, vagy elgondolkodik rajta, akkor egyből rálátunk arra, ugye szakszemmel, hogy bizonyos csillagjegyű embereknek majd csak nem ugyanolyan hobbijuk van. Tehát majd csak nem ugyanolyan érdeklődési, szintjük van, mint ugye más embereknek. Tehát különböznek egymástól, de mégiscsak valamilyen szinten hasonló az érdeklődésük. Na most ez magyarázható nagyon sokféle szinten, mert ugye hát ha minden rezgés és minden bizonyos értelemben mindennek ugye mondani valója van, és spirituális szemmel, ha egy kicsit belenézünk, vagy nagyon belenézünk, és megpróbálunk az emberi lélektanba mélyre tekinteni, hát akkor rájövünk arra, hogy ez mindig is így volt, és mindig is így lesz, mert végső soron azért az örömnek, és magában a szépségnek sokféle finomsági fokozata, rezgésszáma, és fajsúly értéke van. Na most a jellem állapota általában összehangolódik és össze is függ ezzel, miután az egyén fejlődésének ugye hát nem véletlen ugye hát az erkölcsi egyenlege. Na most, ha belegondolunk, akkor általában egy intelligens, kifinomodott ember soha nem lesz teljesen olyan durva, és nem vonzódik olyan durva hobbikhoz, vagy olyan durva kikapcsolódási módszerekhez, mint például egy alacsonyabb fokozaton lévő ember. És miután ugye minden rezgés, hát természetesen ez is mindennel összefügg, mert például, ha rávetítjük egy másik emberre, akkor hát nagyon könnyen kiderül, hogy azért önmagához és másokhoz képest azért mennyire színvonalas, mennyire színvonaltalan, tehát bele lehet gondolni abban, hogy végső soron kiből mit árul el. De ugyanakkor rezgés szintileg ugyanolyan energiákat is vonz saját magához, például egy olyan ember, aki megkeseredett, vagy ha esetleg ha problémái is vannak, akkor önhatalmulag hoz döntéseket, tehát olyan döntéseket tud hozni az életében, ami diktatórikus, vagy éppenséggel önhatalmi célt szolgál, és még sorolhatnám, hogy mennyi minden. De ugyanakkor ez lecsapódik a magánéletére, lecsapódik a
partnerkapcsolataiban, és hát ez sajnos nagyon sok karmikus vétket tud kialakítani, mert hát ugye nagyon jól ugye észrevehető az életben, hogy az energia bumerang elvként működik, és aki erre odafigyel, mert hát ugye mindenre érdemes odafigyelni és észrevenni a csodákat az életünkben, akkor rálátunk arra, hogy tényleg ez így van, mert hát valamiért csak kapja az az ember, és az az egyén az univerzumtól azokat a nehézségeket, és azokat a, hogy magyarázzam, próbatételeket, amihez hát még fejlődnie kell önmagának, mert sajnos, hogy amit én okozok másnak, az természetesen visszakapom. Tehát ezek nem véletlenek az életben, hogy mi miért is van. Egy ember születési horoszkópját, ha bevizsgálunk, akkor rá lehet jönni, hogy az előző élet vétkeit és az előző életnek a maradványait fejleszteni nagyon nagy feladat. És kellene is, mert hát ugye természetesen szaturnuszi jellegről beszélünk, de ugyanakkor itt a jupiteri elvben, amit ugye hát ebben az életben kell megoldani, és kapjuk is hozzá a segítséget, szintén észre kéne venni, hogy mennyi minden áll a rendelkezésünkre, és hogy mennyi mindent lehetne máshogy tenni, kikerülni, és mennyi minden a megoldható. És higgyék el nekem, szeretettel, empátiával, sokkal könnyebben meg lehet oldani a problémákat, mint hogyha az ember tényleg harciassan, negatívan, és hát uram, bocsá, hogy magyarázzam önöknek, tehát sokkal nehezebben áll neki, és sokkal gonoszabbul viselkedik a partnerei, vagy a munkatársai, vagy éppenséggel a családja körében, ahogy ezt kellene. Jó, hogy ez ugye egy bizonyos fejlettségi fokot von maga után, de hogy ezt észrevegyük, és hát tényleg erre születni is kell, de az ember saját magát alakítja. És mennyivel könnyebb, ha rájövünk a hibáinkra, mert higgyék el nekem, hogy az életünk során annyiszor halunk meg. Gondoljanak bele, észre se vesszük, hanem túlmegyünk nagyon sokféle olyan változáson, amelyben a régi személyiségünket, a régi életeinket képletesen szólva elveszítjük. És utána pedig egy másik életciklusunkban, ebben az életünkben, új fejezetet nyitva, ha visszatekintünk arra, hogy jé, ez én voltam, egyáltalán nem is ilyen voltam, akkor egyből rájövünk az igazságra, ha belegondolunk, hogy tényleg ilyenné lettem. De hogy milyenné lettem, és milyen lehetnék még, ez mindig rajtunk múlik. Megkérném nagyon szépen a kedves kollégákat, hogy kapcsolják be a telefonvonalat, mert a műsorunk élő műsor és interaktív, és nem emeldíjas. Várok mindenkit nagyon nagy szeretettel. Elárulom a telefonszámot is, ami egyáltalán nem más, mint a 269-0386-os telefon, és itt vagyok, lehet érdeklődni, lehet kérdezősködni. De addig én azért próbálom felvezetni még, amiről szeretnék beszélni, mert hát általában mindig van miről beszélni, és már nem is tudok, mert itt az első kedves telefonáló, akit nagyon nagy szeretettel üdvözlök, és én még mindig boldog új évet kívánok. Jó estét kívánok! Üdvözlöm! Én is hasonló boldog új évet nagyon szépen kívánok köszönöm. Önnek. Nagyon szépen köszönöm, de ha megtenné, hogy egy kicsit hangosabban beleszól, és igen, netán még a televízió készülékét is lehalkítja, hát akkor nagyon boldog leszek. Igen. Tökéletes. Megszerzem ezt a boldogságot, üdvözlöm. Köszönöm és szépen. Még egyszer boldog új évet kívánok. Nagyon szépen köszönöm és neki. És az ezévi karmikus feladataimat hogyan fogom tudni teljesíteni, illetve megélni, azt szeretném megtudni. Na most egy keresztnevet hagyj kérjek. Igen, Julianna. Igen. Budapesti lakos vagyok. Igen, most ment el a hang, de kérném. Igen. És 1939. október 29. Jaj. Olyan 9 óra és 4-10 között. Értem. Hát, kedves Julianna, ne tegye le a telefonját, mert biztos vissza fogok kérdezni öntől. Igenis.
Kérem szépen, azt mondja nekem, hogy az ezévi karmikus feladatát, ez annyira tágfogalom. Nem ezében oldunk meg karmikus feladatot, hanem általában egy élet során. De van, amikor még egy élet is kevés hozzá, higgy el nekem. Na most az van, hogy nagyon nagy veszteséget látok a magánélet területén. Nem tudom, hogy mi történt, nem könnyű az élete. Ha mondhatom, akkor igen, nagy veszteségek értek, de ez évben egy építkezés vár rám az ingatlanomba, és ettől nagyon tartok, és szeretnék tudni róla, hogy ez hogy fog lezajlani, milyen formában élem én ezt meg, mert egy kicsit félek tőle. Édes Júlia, árulja el nekem, nem kell megmondani utcát, házszámot, Isten, amitől megőrizze, hanem ha lehetne, akkor tessék nekem elmondani. Hány a szám alatt lakik? 10-es. Tökéletes. Kérem szépen, ön ebben a lakásban nagyon szeret lakni. Nagyon. Imádok. Na most az a történet, hogy engedje meg, hogy itt 2 perc alatt gyorsan elmondjam, amit látok így hirtelen a képletéből. Igen. Kérem szépen előző életéből, mert ha már a karmáról beszélünk, a karma az egy szanszkrit kifejezés. A jelentése tett, cselekedett, tehát amit én okozok, az egy feladat nekem a mostani életemben, amit nyilván meg kellene oldani valahogy. Vagy meg tudom oldani, ha tudom, ha pedig nem tudom megoldani, akkor valamilyen szinten találkozom, megoldom, de vagy ebben az életben, vagy a következő életemben. Na most nézze, ahhoz, hogy én tökéletesen és pontosan levezessem önnek, hogy kivel párkapcsolatilag, családilag, rokonilag, kivel milyen karmatikus kapcsolata van, meg tudta ebben az életében oldani, avagy nem tudta megoldani, ahhoz hosszabb betekintés kell, hosszabb betekintést igényel. Na de viszont, kérem szépen, itt az önerős cselekedet, és jó, hogy ilyenkor teljesen ellavírozunk, és teljesen más témára tudunk átkerülni, mert ugye a kérdés egy lakásfelújítás. Hát az nem egy kis feladat, de ha azt mondom önnek, hogy most október előtt, nem tudom, hogy mi történt, de lezárt egy 9 éves életciklust. Na most ez a 9 éves életciklus, tessék nekem elhinni, hogy egy lezáró ciklus volt az ön életében. Na most ilyenkor, amikor lezárunk valamit, tehát vége egy 9 éves ciklusnak, nagyon sokan azt mondják, hogy biológiailag, és tökéletesen igazuk van, mert 7 évente a hajunk, a szempillánk, a bőrünk sejtet, tehát kicserélődünk. Igen. Észre se vesszük. Pontosan az előbb beszéltem erről, hogy általában többször meghalunk egy inkarnációt, tehát egy élet során, a jelenlegi életünk során. Higgyék el nekem, hogy egy 15 évvel ezelőtt, és mindenki így van vele, nem csak én, nem ugyanaz a Kállai Zsuzsi voltam, mint aki most vagyok. Tehát teljesen meg tudok változni, át tudok változni, vagy rosszabb értelemben, vagy negatív irányban megyek el, vagy pedig pozitív irányban megyek el, de az, hogy én belül, a belső szememmel, a lelkemmel mit képzelek el magamról, mit hiszek, mit zárok el, és mit nyitok meg, az a saját kompetenciám. Na most a történet a következő, ő lezárt egy egész 9 éves életciklust októberben, és utána pedig nem tudom miért, de itt, tehát azt mondták az égiek, és azt mondta ön is, hogy jó, de új korszak jön az életemben. Bejött ez a lakásfelújítás, időszerűen jó. Ön szereti ezt a lakást, ez is tökéletes. Kérem szépen, higgy el nekem, hogy most még szolár év szerint, ami azt jelenti, hogy a jelen csillagászati év szerint az októbertől októberig éve, az most még októberig, kérem szépen, tökéletesen fog lezajlani. Igen, örülök neki. Tökéletesen fog lezajlani, örömét fogja benne lelni. Igen. Tehát, és nagyon jól fogja magát érezni benne. És azt is előre elmondom önnek, higgy el nekem, hogy a következő éve októbertől
érdemes odafigyelni, érdemes egy kicsit bővebben bevizsgálni, mert vannak olyan részek, amelyek egy kicsit elgondolkodtatóak, inkább családi részlet, családi történetben, tehát a családi élet történetében, de én azt látom, hogy érdemes odafigyelni mindenre, mert a következő éve, október után a családi élet tekintetében valamiféle kis nézeteltéréseket azért behozhat, ha nem lesz teljesen szőrszálhasogatott, de ugyanakkor azért még jó. Igen. Hát megpróbálok. Jó. Sok sikert igen. kívánok hozzá. Nagyon szép. Köszönöm. Én köszönöm. És üdvözlöm. Én is nagyon szépen köszönöm, és üdvözlök önt és mindenkit, akik velem tartanak, de haladjunk tovább. Egy életciklust, tehát itt ilyenkor is úgy próbálom beleszövegetni a mondani valómat, de hát ugye arról beszéltem az előbb, ahogy a műsort megkezdtem, hogy az esztétika és magában a jellem, a morális hajtóerő, ami bennünk van, mennyire fontos a környezet, ami körülvesz minket. Na most tudni kell, hogy általában, de már villognak, köszönöm szépen, el fogom mondani, higgyék el, érdekes. Itt a következő kedves hívó. Köszönöm szépen, hogy bejelentkezett itt, és halló. Én itt vagyok. Halló, kedves csókolom, Zsuzsa. László vagyok. Üdvözlöm, én... László. 52-05-01. Igen. A születésem. Igen. És az egészségi állapotom érdekelne. Főleg. Igen. Jelenlegi. Honnan telefonál László? Budapestről. 2 évvel ezelőtt, árulja el nekem, volt valami műtétje? Nem. Hanem milyen problémája van? Én ne haragudjon, de úgy látom, hogy vese probléma, szív, keringés. Igen, hát állítólag van vese problémám. Igen. Most voltam CT-vizsgálatom. Igen. És de van rossz indulatú daganatom. Értem. Na most jó, nem kötelező elárulnia, de azért azt hiszem, hogy az én feladatom, meg nem csak az én feladatom, hanem aki egy kicsit az emberi testtel, lélekkel foglalkozik, és hát fontosnak tartom, hogy elmondjam, hogy ebben az időszakában én nem igazán látnék nagy bajt. Még, érti? Ha jól kezelik, és hogyha ténylegesen az orvosával együtt dolgozik, akkor akár ebből még talán meg is gyógyulhat. Javulhat az állapota, minden esetre. Érti? Na most esetleg kemoterápiát, sugárkezelést? Semmilyen kezelést nem kaptam. Na de akkor meg csodálkozom rajta, hogy nem műtötték még meg, nem távolították? Nem vagyok műthető. Ja, értem. Nézze, László, én arra gondoltam, hogy azért egy elég erős ember, eléggé vezér típusú ember, vezérbika, hogy azért nem hagyja ön ennyibe ezt a dolgot. Tehát én arra tudom önt sarkalni, hogyha lehet, akkor működjön közre, és azért próbálja meg a mindennapjait úgy megélni, hogy az orvosával együtt dolgozni. Az alternatív természetgyógyászatot sem kellene kihagyni belőle, és amennyire lehet, én úgy gondolom, hogy a hit az csodákat tesz, higgyék el nekem. De még az ima is. Tehát én azt mondom önnek, hogy próbáljon meg helyreállni, mert nem látom. Tehát az az érdekes az egészbe, hogy általában egy születési képletben azért el vannak bizonyos dolgok rejtve, kód szerint. És a numerológusnak, asztrológusnak ugye többek között az a dolga,
mindenre választ adni ilyen gyorsan igazán nem lehet. De ugyanakkor azért ezt mégiscsak látom, hogy valahogy az én megérzésem az, hogy maga helyre fog jönni. Hát szedtem ilyen, hát nem lehet kimondani a televízióban. Nem szabad, azt meg ne tegye. Úgyhogy gyógyszereket? Azt tudom. Igen. Volt. Vagy esetleg teát? Igen, teát ivott. Tessék? Lehet, hogy igénybe vette a természetgyógyászati kezelést. Igen, a természetgyógyászati... Hát azt tudjuk nagyon jól. Természetgyógyászattal kapcsolatos volt ez. Értem, tehát fűben fában orvosság, igen. És volt is televízióban fölvétel rólam. Igen. Na most, uram, ha gyógyult az állapota, vagy hogyha egy kicsit javult az állapota. Javult, akkor javult. Akkor ezt nem lenne szabad abba hagyni. És én arra gondolok, hogy nagyon sokféle megoldás létezik, de hogy maga nem ebbe fog elmenni, az is biztos. Higgyen nekem. Igen. Jó? És a párkapcsolatomról, hogyha esetleg tudna valamit mondani. Nagyon szívesen. Elárulná nekem, hogy a párja mikor született? 63. Igen. 12. hónapban 4. December 4-e. Kérem szépen, egy életre szól a kapcsolata. Nem fogják egymást elveszteni. Körülbelül egy, hát majd csak egy 3/4 éve beszéltünk önnel. Igen. Hallgatom. És, hát azóta jöttek itt a problémák sorjába. Értem. Értem. Na most egy kicsit ebbe jobban bele lehet nézni, de én úgy gondolom, hogy ezek inkább ilyen túlkapások, nézeteltérések, és nem, tehát nem igazán hinném, hogy teljes szakadásról lenne itt szó, hanem van benne egy kicsit sevelet-senékület, de én úgy gondolom, hogy azért ez még megoldható valamilyen szinten. Igen, annak idején is azt teszek mondani, hogy sevelet-senékület. Igen, sevelet-senékület, de úgy gondolom, hogy azért vannak dolgok, amik nem a publikumra tartoznak. Igen, igen. Jó, tehát várom bármikor, de most inkább higgyel nekem, most első legyen az ön egészségi állapota. Lelkileg, mentálisan és egyébként is. Tessék kilépni a nagybetűs életbe, és mondja azt, hogy most igenis és helyre jövök. Nem fogadom el a problémákat. Jó? Jó. Jó, köszönöm szépen, és további és sok szép sikert estét kívánok. Önnek is további szép estét, és higgyen benne, helyre fog jönni. Akármit is diagnosztizáltak, a hitereje, higgyék el nekem, hogy nagyon sokat-sokat segít. Jó. Tehát köszönöm rá segít. Szépen. Köszönöm szépen, kerül és sokan. Minden szépet és minden jót kívánok. Hát ténylegesen nagyon érdekes. Ahhoz képest, hogy az esztétikumról beszéltünk, hát azért mégis hova szoktunk kikeveredni. Nem csodálkozom rajta, higgyék el nekem, mert az élet produkál nagyon sokféle érdekességet, problémákat. De azért, ha belenézünk, és tényleg megpróbáljuk megkeresni az életben azt, hogy mi is a szép, hogyan is lehet szépet tenni, jót tenni, és ha már csak egy kicsit jót teszünk valakivel, vagy megpróbálunk segíteni rajta, akkor már előbbre léptünk, és ténylegesen azok arra a frekvenciára tudunk hangolódni, ahol sokkal jobban és sokkal könnyebben tudjuk érezni magunkat. Higgyék el nekem, hogy nem véletlen az a kifejezés, hát előszeretettel szoktuk mondogatni, hogy jót tenni jó. Mert valójában emeli a lélek szintet, emeli tényleg a rezgés frekvenciát, ami nagyon fontos. Kérném a következő kedves hívót, annyi időnk még van. Azt hiszem, ő lesz a legutolsó. Jó estét, Zatihanyi Ildikó vagyok. Üdvözlöm, Ildikó. Köszönöm, hogy elárulta a nevét. Megtisztel vele. És 53.07.05-én születtem. Igen. És a mostani párkapcsolatomra lennék nagyon kíváncsi, mert nem hamisnak érzem a partneremet, és szeretném megtudni, hogy... Akkor kérnék szépen egy születési képletet. 50,
8. május 24-én született. Atya a világ. Ja. De annyira nem olyan gáz. Kérném szépen, ajajaj, hát ez egy elég érdekes kapcsolat. Hát együttélés van, vagy pedig mi történt? Együtt élünk. Tehát együttélés van. Egy ágy és egy asztal. Van, mert dolgozik sokat. Ide figyeljen, Ildikó. Elnézést, hogy most így mondom magának. Igen. De ül vagy áll? Most leülök. Kösse föl a gatyáját, magyarán mondva. Kösse föl az alsó neműt, mert kérem szépen, ez a kapcsolat egy olyan előző életből lehozott karmikus kapcsolat, hogy önök egyszerűen nem tudják egymást elveszíteni. Beléptek egymás életének a színpadjára, és úgy megkapták egymást, hogy őrület. Tehát ennek csak gratulálni tudok. Nézze, mindenkibe van hiba, mindenkibe van valamilyen szinten negatív. De még nem rendezte le a feleségével a kapcsolatot? Az lehet. Az lehet. De higgye el nekem, hogy ez a kapcsolat egy életre szól. És igen. Karmikus kapcsolat. Igen. 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 Uh-huh. Jó? Jó. Úgyhogy higgye el nekem, és aludjon nyugodtan e felől. Ha további kérdése van, akkor természetesen állok a rendelkezésére. De most elnézést kérek, mert véget ért a móka mára, aztán jövő héten újra találkozunk, nem csak önnel, hanem mindenkivel. Várok mindenkit nagyon nagy szeretettel, jövő héten ugyanilyenkor. Tartsanak velem, és minden jót kívánok önöknek.